Debrecen építész oktatásban dolgozó résztvevő oktatók kezdtek el azon foglalkozni egy most már majd 10 évvel ezelőtt, hogy hogy lehetne az oktatást egy kicsit kilazítani a nagyon hagyományos egyetemi terekből, a kis folyosókról nyíló tantermekből, hogy lehetne egy olyan teret, ahol a hallgatók sokkal lazábban, sokkal motiváltabban tudnak együtt dolgozni. Már a hallgatói ötletpályázatban is ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy egy olyan épületet kell tervezzünk, amit mi magunk akarunk megépíteni. Ezért olyan megoldásokat kellett alkalmazni, amik nem nagy költségvetéssel készülnek, hanem a hallgatókkal közösen mi saját erőből meg tudjuk építeni. És nyilván ennek része egy olyan fajta sajátos esztétika, ami elviseli azt, hogy a falak azok nyersen maradnak, hogy a vezetékek azok megjelennek a falakon. Egyik kolléga mutatta meg nekünk a Tímár negyednek egy egykori Tímár műhely épületét, ahol a bőröket szárították még több évtizeddel ezelőtt, de már évtizedek óta üresen állt. És akkor kezdtünk el ezzel foglalkozni, hogy ez a tér, ez a nagy egybefüggő ipari épület, ez mennyire alkalmas lenne egy ilyen lazább műtermi hangulatnak a betöltésére. Ugye a tetőből talán két érdekes dolog is említhető. Az egyik a meglévő szárítóépületnek a régi tetőszerkezete, amit úgy tudtunk megerősíteni, hogy a meglévő ilyen régi, már-már fekete színű fagerendák megmaradtak, és csak mellé bekerült az új faszerkezet, és a kettő együtt dolgozva szerintem egy nagyon érdekes esztétikájú új tetőt hoz létre. És ennek meg tulajdonképpen az ellenpárja az udvarnak a lefedése, ami szerintem a pályázat során is a kiválasztott munkának a legnagyobb erénye volt, hogy vállalta azt, hogy az egész udvart lefette egy ilyen ponyvafedéssel, ami által létrejött egy olyan új műhelytér, vagy kiállítótér, vagy rendezvénytér, ami a szárító műhelynek a picike helységeiből hiányzott, és ez egy igazi rendezvénytere tud lenni a tanszéknek és a hallgatóknak. A szárító az tulajdonképpen minden olyan kreatív feladat, ami itt az építészoktatás közben megjelenik, az annak teret biztosít. Ez csak tervezés, tehát ez néha csak papíralapú, néha valós műhely, és fával, betonnal, fémmel dolgoznak, és valamit létrehoznak a hallgatók. Pontosan azt nem tudom, hogy a bőrrel való, a bőrnek a megmunkálásának milyen fázisai vannak, de ugye egy nagyobb együttesnek egy picike részébe vagyunk, ahol a szárítás történt. Tehát ez is mondjuk az egész ponyva fedésnek az alakulásában egy ilyen fontos előkép volt, hogy mi is úgy képzeltük, hogy a padlásteren ott állnak a bőrök, és ott száradnak. Nagyon, nagyon jellegzetes volt az emeleti ablaksor, ahol nem voltak eredetileg se üvegek, hanem csak lamellákkal a fénynek a bejutását gátolták, de a levegő teljesen át tudta járni az emeleti szintet, nyilván abból a célból, hogy ott ezeknek a felfüggesztett bőröknek a száradása az minél gyorsabban megtörténjen. Nem egy véglegesen befejezett épületet terveztünk, hanem egy olyat, ami magába tudja azt is szippantani, hogy folyamatosan változik, éppen attól függő, hogy a hallgatók hogy szeretnék használni. Nagyon fontos volt, hogy ezt magukénak érezzék, ez nekik szól, ez az ő műhelyük, az ő műteremházuk.